Szeretettel köszöntök mindenkit a mai videóban. Egy biztos, hogy videó. A videó apropója az, hogy megjött a legújabb szerzeményem, ami egy elvileg működő Commodore 16-os. Mindenféle tartozék nélkül vásároltam. Szépen ki van retro brightolva szerintem a billentyűzete, mert gyönyörű szép, nincs megsárgulva semmi, tök jól néz ki. Ránézés egyébként szép állapotú, nincs rajta garmatrica, de hát ezt nem várhatjuk el. És egy német gyártmány. Ezt most jobb hiány a síznek a tápegységével fogom kipróbálni, amit a 116-oshoz kaptam tőle. Most megnézzük, hogy mi a helyzet. Úgyhogy most együtt fogunk azon izgulni, hogy vajon működik a gép. De annyira nem izgulok. Ez nagyon jó az a srác. Nagyon jó fej, úgyhogy nézzük. Hát ez zsiványisztikus. Tökéletesen működik. És fel is van bővítve. Csodálatos. Akkor menjünk egy kicsit tovább. Nézzük meg, hogy mi a billentyűzete és a többi stuff, hogy áll. Egyébként tök jó az a billentyűzet. Nem lennének ilyen borzadályok a kurzorgombok, akkor ez lenne a main gépem, de marad az. Mert kurzorgombokkal nagyon halálba cseszték. Hát nem is tudom, nézzük a dizzit. Köszi Sanyi, imádlak. Persze, hogy benyomjuk mindenre a yes-t. Minden trénerem örökké benyomjuk mindenre a yes-t. A hülyeség, akkor is yes-t nyomunk rá. Meg akarom nézni a végét, le akarom törölni a pócot, mit tudom én. Yes, yes, yes. Ez valami csodálatos. Nagyon elégedett vagyok. Ez a második Commodore 16-osom. A közel 8000 plusz 4-es meg a 116-os Precious 116-os mellett. Nagyon óvatosan lépkedek, majd mutassak valami iRelease cuccot. Még a Major. Basszus, nem tudom, hogy ez a végleges verzió-e. Hát ez nem az volt. Ez itt egy sokkal világosabb verzió a Grass képéből, de nem ez lett végül kiadva. Úgyhogy
Ja, és képzeljétek el, megcsináltam a joystickomat, amiben itt beégtem az előző videóba. Megcsináltam a tűzgombját. És az van, hogy a Magyar Blinkből lehet, hogy nem is lesz a végleges verzió fönt. De, van még egy. Dunó. Yes! You better recognize. Ez a Csabó azért odarakta. Na, mindegy, szóval ez most a main gépem. Elmondanám, hogy ez a Csilló gépének az alja. És ki tudja hányadik billentyűzet és felső burkolat és 120. proci megtett benne, és a Soldier féle seed kártya. Na most éppen ez a működő plusz 4-esen. Úgyhogy most ezt nagyon örülök, van egy frankon működő Commodore 16-os. Yeah! Check! És itt viszont pislog. Felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy kiváló kutató munkát végeztünk ezzel kapcsolatban, hogy szépen pislogjon. És itt van a egyik legjobb játék előr szerintem. Nagy olyan buktam, de egy király vagyok. Úgyhogy ez most... Aha. Jól meg is haltam. Na mindegy. Szerintem fogadjuk el, hogy ez egy tökéletesen működő példa, úgyhogy köszi Sanyi. Nektek meg köszi a figyelmet.